Sziasztok! A következő előadásunk a rajzolásról fog szólni. A mai vendégünk pedig Virág Fruzsina lesz, Miau, akit ugye többen is ismerhettek már, ő volt ugye cosplayes is, és mellette rajzol is, és hát ugye nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy felépítse a saját stílusát és a saját brandjét, és arról fog nektek mesélni, hogyha mondjuk van egy nagyszerű ötletetek, amiket szeretnétek átültetni ugye egy rajzba, hogy hogyan tudjátok ezt megtenni, és ilyen sok-sok tippet és trükköt fog nektek megosztani, úgyhogy szeretném Fruzsit a színpadra kérni, és egy nagy tapsot kérnék szépen neki. Tapsot, gyere! Sziasztok! Ásadom a szót. Köszönöm. Egy pillanat, csak hoztam PPT-t és az a puskám, mert egy kicsit izgulok. Köszönöm. Szóval arra gondoltam, hogy elhozok nektek egy olyan témát, ami a rajzverseny alatt jutott eszembe, hogy sokan beküldtetek olyan műveket, amik még egy pici valami extrával, egy kis csillámporral, akár két helyezést is előre ugrott volna. Ó! És először szeretném azzal kezdeni, hogy ugye létezik a tradicionális és a digitális rajzolás. És nem mindenkinek való az egyik, meg a másik, mert az egyikhez például olyan mentalitás kell, hogy nem kell félni a hibáktól. Mert amikor festesz, amikor rajzolsz, ott történnek véletlenek, és nem mindig tudod kijavítani. Tehát ez inkább akkor van, hogyha szeretnél kilépni a komfortzónádból, kézzel fogható művet szeretnél. Viszont nehéz beszkennelni digitálisan, ugye ez neked csak egyetlen egy darab lesz. A digitálissal pedig az jó, hogy ugye, mint láthatjátok, hogy végtelen lehetőséged van a színekben, sose fog kifogyni az eszközöd, a felbontásba, akkorába rajzolsz, amekkorába csak szeretnél, ugye, hogyha később szeretnéd rátenni termékekre, vagy akármire, kinyomtatni többször, erre megvan a lehetőséged bármikor, könnyebb tárolni, ha hát mondjuk a számítógépet, ha elázik, az ugyanolyan, mint hogyha az eredeti rajz elázik, de hogyha elmentitek tárhelyre, akkor soha nem fog eltűnni. És szeretném én is ezt a jó kis rajztanáros, miért van szükség az alapokra. Ugye a tanulmányrajzon meg tudod tanulni azt, hogy megfigyeled a dolgokat. Ez tényleg nagyon-nagyon fontos anatómiát is, hogyha Barcsai könyvből, vagy bármilyen anatómiás könyvből másolsz, azzal is fejlődni fogsz. És fejlődni fogsz az anime rajzok terén is, mert mindennek az alapja az eredeti emberi anatómia. A kockológiát is nem azért csinálják, mert szívatni akarnak a tanárok, bármennyire úgy érződik. Ez is mindent le tudsz bontani formára, hengeres testekre, kúpok, gólák, minden ilyen matekos dolog. Igen. Fel tudod, tehát hogyha megtanulod a kockológiát, akkor utána el tudsz képzelni magadtól is bármit. Tehát hogyha egy házat tervezel meg, akkor csak fel kell építened, és nagyon jó alapot ad. A kroki pedig azért jó, mert meg tudod tanulni vele a mozdulatokat. Tehát, hogy itt gyorsan felvázlatolod, skicceled, és belemegy a kezedbe, megszokod, és utána sokkal könnyebb vázlatolni. Az első technika, amit, vagy eszköz, a grafit ceruza. Szerintem átolak a másik oldalra, hogy ott is látszódjak kicsit. Ez a legolcsóbban beszerezhető eszköz, ceruzája mindenkinek van, olcsó, és könnyen lehet javítani ugye radírral. Viszont nehéz jól használni, amit arra gondolok, hogy gondolom mindenkinek ismerős, hogy grafit elmaszatoltam. Nem szabad. Nagyon-nagyon türelmesen kell hozzáállni, és ahhoz, hogy a maszatolás is ugye eltűnjön, tehát hogy ne legyen észrevehető, valamilyen érdes papírt használjatok, mert azon, ha egy kicsit elkenődök, akkor is olyan, mintha végig türelmesen megrajzoltátok volna, óvatosan kell belevágni.
De nagyon-nagyon jó dolgokat ki lehet hozni ezzel is. Tus és tinta. Ugye ez jól fed, nagyon erős, fekete. Dinamikus vonalakat tudsz vele húzni, viszont tus folyik, szerteszéllyel folyik. Van egy nagyon jó trükk, amit én az ilyen egyenes vonalak rajzolásánál tanultam meg, hogyha megfordítjátok a vonalzót, tudjátok, ilyen lefelé jön a vonalzó, és megfordítjátok, akkor nem fog alá folyni, mert nem lesz ez a felületi feszültségnek, hívják, így alá megy, és aztán így gondolom tapasztaltátok már. A filcek és márkerek, gondolom ez a Copic.io, meg Touch Filc, ez mindenkinek ismerős lehet. Ezek azért jók, mert kiváltja a tus, gyorsabban szárad, rengeteg színed van, viszont több réteg kell a egyenletes fedéshez, meg az átmeneteket nehéz megcsinálni vele. És én azt vettem észre, hogy egyes filcek olyanok, mintha öregednének. Tehát, hogy például az alkoholos filcen vehettétek észre esetleg azt, hogy ilyen sárga álfolyás lesz. Tehát nagyon-nagyon jó minőségű filceket kell keresni és választani. Igen, meg speciális papírral érdemes dolgozni. Az egy ilyen nagyon-nagyon vékony papír, és az nem vesz fel annyi filc tintát, amitől nem fog beivódni túl sok, tehát hogy tudtok vele spúrolni. A színeszteruza, ez is könnyen beszerezhető, izgalmas textúrákat tudsz vele létrehozni. Ehhez is ugyanannyi türelem kell, mint a grafitozáshoz, mert már itt is nagyon oda kell figyelni, hogy egyenletes, átmenetes legyen. Illetve mivel ugye ilyen szemcsés, minél nagyobban érdemes itt is dolgozni. Hogyha azt érzitek, hogy nem elég fekete a fekete ceruza, akkor meg nyugodtan mondjuk filccel alá lehet tenni, és akkor egy kicsit már a vegyes technikába át lehet menni. Vagy pedig használhattok színes tónuspapírokat, amik már eleve adnak valamilyen hangulatot, akár ilyen polaroidos, régies, szépia árnyalatot. Illetve én ennél a rajzomnál vettem észre, hogyha megfigyelitek, hogy egy kicsit ilyen csíkos. Minden papírnak van száliránya. Ez akkor fontos, hogyha például scrapbookoztok, vagy ilyesmi, meghajtjátok a papírt. Az egyik irányba jobban hajlik, a másikba pedig törik. Egyszer köttettem egy könyvet, és nem szálirányba volt, és meghullámosodott a kötés a ragasztás mentén. Erre nagyon oda kell figyelni. Ez egy jó, hogyha tudjátok. A vízfesték, akvarell, anilin, élénk színek, könnyű átmeneteket készíteni vele, lehet vegyíteni. Nehezebben javítható, mert hogyha a vízfestékkel, akvarellel leteszel egy sötét szint, azt már az életben nem szeret ki belőle. Ehhez is speciális papír kell. Viszont vannak nagyon jó kis tippek, hogyha körberagasztod maszkoló szalaggal az akvarell papírodat, akkor kezdesz el rá festeni, akármilyen göröngyös lesz, visszaszárad egyenesre. Illetve hoztam egy olyat, hogy maszkoló folyadék. Ezt a maszkoló folyadékot én akkor használtam, amikor felraktam ide a fehéret, és utána rá tudtam csapkodni így a festéket. És utána azt leszettem. Ez egy ilyen fura gumis réteg, olyan, mint ezek a fura arcpakolások, amit így szedtek le. Egy olyan tippet tudok még nektek adni, hogy egyébként nem feltétlenül kell megvenni ezeket a kohinoros, meg ilyen haláldrága eszközöket. Van az anilin. Amikor én használtam, olyan 3000 forint környékén vettem egy egész palettát, és teljesen jól lehet kezelni. Illetve jó, hogyha használtok próbapapírt, meg én az anilinnél azt vettem észre, hogy a műanyag részében, hogyha kiteszem a festéket vízzel, és megszárad, akkor ilyen fura filmes rétege lesz, és utána azt újra fel tudom lazítani. Szóval, hogyha valamilyen színből kifogynék, csak többet kell ott kevernem a műanyagon, ami utána meg később is fel lehet lazítani.
fényeket is, azt nem utólag raktam rá, hanem a fehér részeket ezzel a maszkoló folyadékkal raktam bele, és ezzel nagyon-nagyon jól tudtok játszani. És nagyon, tehát kaptunk pár darab karakterlapot itt a rajzversenyen is. Én úgy gondolom, hogy a rajzversenyen attól lesz nyerő egy rajz, hogyha olyan, mint egy illusztráció, van előtér, háttér, karakter, tényleg, mintha egy jelenetet ábrázolná, és a karakterlap is nagyon-nagyon jó tud lenni, de nagyon nehéz bánni a tipográfiával. Ez egy olyan rajzom, amit én nem szeretek, mert a kézírásom szerintem nem volt olyan jó, és úgy nem passzol, elferdül. Tehát, hogyha nem tudod úgy beépíteni a rajzodba, mint például itt tettem, ez már egy másik karakterlap. Itt ugye nem baj ez a régies hatása miatt, hogyha egyenetlen a betűd. Tipográfia. Ez is egy külön műfaj, mert rengeteg szabálya van a betűknek. Tulajdonképpen külön anatómiája van. Vannak talpasak, talpatlanok, biztos ismeritek az unalmas tipográfia órát. Szerkesztésnél, ha meg digitálisan használjátok a betűket, oda kell figyelni a betűkeverésre, illetve az egyik legfontosabb az, hogy tartalmazzon minden magyar ABC betűt, az ő betűket, mert egyszerűen borzalmas, mint amikor az oklevélnek is ott kimarad a magyar ABC betűje, az ékezetesek. Az ő betűk az összes étlapon borzasztó tud lenni. És érdemes nem túl keverni a betűket. Geronimo Stilton könyveket olvasott valaki gyerekkorában. Borzasztó. Élvezetes, de borzasztó. Érdemes mondjuk kiválasztani két betűtípust, egy talpast meg egy talpatlant, és ezeknek a variációit, hogy vékonyabb, vastagabb variálni. És fontos, hogy olvasható maradjon. Hogyha apró szöveget írsz, az a legkönnyebben olvasható, a főcím az meg lehet ilyen kicsit csicsásabb. Itt például a címet csináltam meg egy kicsit kézírásosabb betűtípussal, és ez a sötét bekezdés, vagy a vastagabb bekezdés, és ez a folyószöveg ugyanaz a betűtípus, csak kicsit nagyobb és félkövér. Itt pedig ugye, hogy olvasható, magazinos legyen, ezt használtam. Egyetemi feladatom volt egyébként. Tökre megengedték, hogy animés dolgot csináljak, szóval örülök. Ugye itt is ugyanazokat a betűtípusokat használtam. Volt egy olyan jelentkezés is, ahol egy könyv borítóra hasonlított a rajz. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És ha a tipográfiára figyel, akkor sokkal tényleg meg lesz ez a könyvborító hatása. Érdemes ugye nagyobba beírni akkor, ha könyvillusztráció, hogy margót kell hagyni, érdemes margót hagyni, területet neki, hogy sokkal esztétikusabb legyen. Digitális rajzolás. Szerintem ezt sokkal többen szoktátok használni manapság, mert iPad Pro, meg mindenféle ilyen eszközök, kényelmes eszközök már rendelkezésre állnak. Rajzprogramokat is, vannak a pixelgrafikus rajzprogramok és a vektorgrafikus rajzprogramok, általában mindenki pixelgrafikusban dolgozik. Ilyenkor érdemes egyébként beállítani, ugye, hogyha szeretnétek, gondolom sokan vannak itt, akik szeretnének majd mondjuk termékekre rajzolni vagy kinyomtatni. Minimum 300 dpi felbontást állítsatok be, mert az a nyomtatható minőség, és utána pedig a valós méretet. Szerintem ez az egyik legtutibb. Tehát, hogyha füzetre szálljátok, vagy egy poszterre, akkor 400x300 mm 300-as dpi-vel, és tűéles lesz nektek a rajzotok. A másik, amit még tudni kell, ugye van az RGB, meg a CMYK, azt is be tudjátok mindig az elején állítani. Az RGB, az amit a monitoron látsz, a fényszín, teljesen máshogy keveredik. A CMYK az már inkább a valóságban is a
festékszín, ez ami kinyomtatódik. Ez egy kicsit szürkésebbnek hat egyébként a gépen, viszont ezzel tudjátok megnézni, hogy hogyan fog kinézni kinyomtatva. Meg a vektorgrafikusról akartam még elmondani azt, hogy ugye az ilyen matematikai pontokból készíti el a formákat. Itt sokkal nehezebb átmeneteket tenni rá, meg ilyenek. Ezt inkább a logó szerkesztéshez. De vannak ilyen egyszerű, pici figurák, ilyen kis modernek, mostanában nagyon divatosak, azokat is vektorgrafikusan szokták elkészíteni. Ezt a digitális rajzomat azért hoztam el, mert többféle stílust is lehet egyébként alkalmazni. Az egyik egy kicsit könnyedebb, skiccesebb, a másik pedig egészen ki lehet dolgozni a legapróbb részletekig a digitálisban, és ez az egyik legjobb része, hogy fel tudod nagyítani, és az utolsó pixig te határozzod meg, hogy milyen. Itt azt szeretném elmondani, hogy egy sima, egyszerű portrét teljesen fel lehet dobni azzal, hogyha minimális hátteret kap, vagy belóg valami, akkor már egyből térbe fog kerülni. Legalább valami átmenetet, hogyha egy kicsit megvágod a képet, nem teljesen egész alakos, már annak is olyan hatása van, mintha jelenet lenne. Ide is ugye rajzoltam tüzet, a hátteret is, próbáltam ugye előteret, hátteret, középteret beletenni rétegesen, egy kis effekt a háttérbe, és teljesen feldobja, mert sokan vagy fehéren hagyják, vagy csak valamilyen egyszerű színnel töltik ki, de már egy kicsi massza, már valami egy-két pötty textúra nagyon-nagyon sokat tud dobni egy-egy rajzon. És én így kb. A vége felé értem, mert amúgy úgy arra gondoltam, hogy inkább beszélgetős legyen, mert abból tanultok ti is a legtöbbet. Ez egy 2012-es, 15-ös és 19-es rajzom. Azért hoztam el, hogy soha senki ne adja fel. Volt most egy olyan ember, aki annyira pánikba volt, hogy érdemes-e egyáltalán rajzolnia, meg ilyenek belefektetni a munkát? Érdemes. Gyakorlás. Sok évbe telik, de amíg gyakorolsz és alkotsz és szereted, addig elrepül az idő. Ez pedig egy még drasztikusabb kis példám. És én ennyi voltam. És hogyha valakinek van kérdése, akkor nyugodtan tegye fel. Köszönöm szépen. Igen. Digitális rajz és a layerek. Na igen. Egyébként a Clip Studio Paint egy nagyon-nagyon-nagyon jó program. Ott lezárolja a hátteret, és sose lesz olyan, hogy a háttérre rajzolod a line artot. Ez most egy jó tipp. Én nagyon-nagyon sok réteget használok. Van külön a line artom, van külön egy olyan réteg, ami a line artot színezi be, vannak a színek külön-külön, azokra effektek, háttér is külön. Hát nem tudom, volt már egyszer egy olyan fájlom, amiben 100 réteget létrehoztam, az biztos, és nagyon hasznos a mapparendszer, meg a kis szín, az is, de bele lehet zavarodni, igen, eléggé. Esetleg valakinek még van valamilyen kérdése? Igen? Tehát honnan merít az ember ihletet? A Pinterest egy nagyon-nagyon-nagyon jó oldal, ott ugye táblákra el is tudod menteni a témákat, a pózokat, létre tudsz ugye hozni egy csomó mindent,
És akkor ebből tudsz inspirálni, soha nem áll. Egyetlen egy dolgot érdemes másolni, az az anatómia, az a speciális barcsai anatómiás könyvből azt lehet másolni. És minden más, meg próbálj meg te saját szabadon. És nem baj, hogyha az elején egy kicsit ilyen kis nagyfejű valami, mert majd úgy is fogsz fejlődni. Ötleteket meg igazából tényleg Pinterest, vagy ha elég művész lélek vagy, akkor az utcán a kő, a bogár bármi meg tud inspirálni, de én nagyon sokszor támaszkodom arra, hogy gyűjtő munkát végzek. Igen? Igen, ugye amikkel most így például végigmentem, tehát volt olyan, amelyiknek nagyon-nagyon jó volt az anatómiája, nagyon jól volt megcsinálva a figura, de nagyon egyszerű volt a háttere. És én úgy éreztem, hogy valami még kellett volna, valamilyen effekt, mert akkor lesz egy tuti illusztráció belőle. Volt olyan, ahol ugye az tipográfiával volt egy kis gond, és akkor ugye ezt lehet megtanulni. Vannak nagyon jó tipográfiás könyvek, tudok ajánlani, hogyha majd négy szem közt is beszélhetünk, vagy így a előadás után a pultomnál. Hát most így hirtelen ennyi jutott eszembe, de tényleg az, hogy mindig nézd meg, hogy mivel tudod még úgy fejleszteni a rajzot, de ha már túl gicses, akkor mi az, ami már nem kell. Tehát mindig próbáld meg fokozatosan felépíteni a rajzot. Ez például az jut eszembe, amikor szeneztünk rajzórán. Én mindig azzal kezdtem, hogy fogtam, és zsebkendőből az egészet egy szín szürkére csináltam. Elkezdtem a fehéret visszaradírozni, a sötétet besötétíteni, és hogy az egész olyan volt, mint egy még homályos kép, egészen késznek hatott. És hogyha 10 perc után veszi el a tanár, akkor is késznek tűnik. És akkor érdemes úgy gondolkozni, hogy úgy ott van mindenből egy kicsi, fejlődik, és aztán jönnek a részletek. És amikor azt érzed, hogy most már elég a részlet, mert már túlcsordul, akkor ott kell abba hagyni. És egy jó tipp még az, hogy én sokszor szoktam pihentetni rajzokat, ami azt jelenti, hogy így félreteszem, mert elfárad benne a szemem, valamit látok rajta, és mégse látok rajta, és utána újra ránézek frissen, és akkor látom, hogy totál kancsi lett az egész. Ez tulajdonképpen úgy tudom hívni azt, hogy pihentesd a szemed hozzá. Igen? A jobb vagy féltekés rajzokkal én benne voltam tizenakárhány évesen ilyen héterklubba is már, mert jaj, érdemes elmenni egyébként olyanoknak is, akik ellene vannak, és saját maguk szeretnék megtanulni a pontos anatómiát, mert teljesen máshogy gondolkoznak. Nem kell onnan mindent megfogadni, mert az totálisan teljesen másolás, de olyan technikákat is tanítanak, hogy hogyan figyelj meg tárgyakat, mint egy tanulmányrajznál. Erre hasznos, de én nem ajánlom, hogy valaki ezzel tanulja meg teljesen rajzolni. Esetleg még valamilyen kérdés? Igen? Perspektíva? Kockológia? Tényleg? Az az alapja, ugye, mindennek. De ha nem vagy benne biztos abba, hogy minden egy pontba megy, meg ilyenek, akkor azzal is nagyon ki tudod védeni, vagy úgy megtrükközni, ha így rétegeket csinálsz. Tehát, hogy nagyobb karakter, mögötte kisebb karakter, és nem kell teljesen úgy ráfókuszálni arra. Valamivel ki tudod takarni az egyik karakterrel azt a részt, ami neked még nem tiszta. És valahogy meg kell találni azt, ahol nem bonyolódsz annyira bele. De a kockológia az segít, sajnos. Igen? Ó,
Ójaj, ez egy jó kérdés. Az art blokkról van szó. Igen, ez azért van, mert a tanárok azok egyáltalán nem támogatják az animét. Igen, ez egy olyan dolog, amit először én is, hogy hát de miért nem, meg izé, meg hát én szeretem. Szeretjük, de nem jó tanácsadó. Mert az anime eleve egy karikatúra az eredeti anatómiáról, és hogyha azokat tanulod meg, azt az orrformát, vagy szemeket, akkor te nagyon-nagyon nehéz visszaállni. És igazából tényleg az, hogyha szeretsz rajzolni, akkor csak üljél le, és kezdj el alkotni, és először barátokkal dicsértesd magad, de ne görcsöljél rá. Tehát abszolút ne érezd azt, hogy neked ebbe teljesítened kell, hanem próbáld meg tényleg élvezni, és akkor utána már vissza fogod tudni szerezni. Igen? Egyébként most mondok egy olyan dolgot, ami lehet, hogy furcsán hat így a magadtól rajzolj után. Van a Clip Studio Paintben egy, meg vannak olyan programok, amiben lehet 3D-s babákat beállítani. Mint azok a fababák, ami mindenkinek van, mert hogy az ilyen rajzos kellék, de semmire nem jó. Be tudod állítgatni itt ebben a 3D-s modellben. És az már egy jó támpont. Én egyszer építettem egyébként papírból is makettet, hogyha például az. És akkor ugye a kockológiával együtt ezt így meg kell tervezni. És hogyha tradicionálisan rajzolod, vannak ezek az átvilágító táblák, amiket az animátorok is használnak, és csinálj egy olyan firkás papírt, amin ezek ki vannak szerkesztve, és utána egy tisztára másold át. Ezt amúgy otthon is meg tudod csinálni, egy üveglap és alulról megvilágítod lámpával, de azt hiszem a Huionnak van egy olyan, hogy ez egész egy ilyen vékony plexi, és nagyon-nagyon jól működik, egy olyan 10.000 forint körül volt még pár évvel ezelőtt, és ez teljesen jól ki tudja váltani, bárhova magaddal tudod vinni azt is. Van még körülbelül 2 percünk, hogyha valakinek még van kérdése. Akkor én szerintem... Jaj, oké, igen? Jaj, ez egy olyan rajzos kérdés, ami nem nektek rajzos kérdés. Az összes Genshin karaktert szeretném megrajzolni egyszer előbb-utóbb. Meg amiket én szeretek, az a Miraculous. Meg a Miraculous, nem tudom, most annyira Genshinben vagyok benne, hogy azt se tudom már, hogy mit szeretek. De lesz, és nyugodtan írjatok egyébként, hogyha valamiket... Bulbasaur is lesz. Tényleg az árként is szeretem, igen, az is nagyon-nagyon-nagyon. Szóval, igen. Akkor én köszönöm szépen, és hogyha valaki szeretne még bármilyen tanácsot kérni, vagy csak most bátortalan volt, akkor a pulton mellett nyugodtan kérdezzen. Meg, hogyha véletlenül van portfóliótok, vagy az instátok, vagy rajzok, akkor ki tudjuk elemezni. Keressetek bátran. Köszönöm szépen!